A mai napon az óvodások kapják a főszerepet itt Mezőtúron, a Városi Sportcentrumban. Milyen program keretében vesznek részt az óvisok itt? Egy kicsit írjuk már körül ezt a rendezvényt, ezt a programot. Itt most tisztába kell lenni, hogy kétféle program létezik. Most Magyarországon a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt szervezésben mind a kettőt Bozsik programnak hívják, az egyik az egyesületi, a másik az intézményi. Ebben, amiben most mi vagyunk, ez az intézményi része, ez azt takarja az egész rendezvény, hogy négy korcsoportban, tehát ugyanúgy, mint az egyesületi programban, sportolási lehetőséget nyújtunk a gyerekeknek különböző korosztályokban, és ezáltal ösztönözzük őket, ugye nem is inkább a focira, hanem maga az egészséges életre, illetve hogy sportoljanak, jöjjenek ki ugye a számítógép világából, és tevőlegesen végezzék ezeket a feladatokat. Hány gyermek lesz itt a mai napon? Óvodás korcsoport van, mint ahogy mondta az előbb. Két részre osztottam, mert hála az égnek, nagyon-nagyon nagy sikere van ennek a programnak. Ez a program már 4 éve működik. Az óvodás program a legnagyobb létszámot igényli. Összesen az én körzetemben 302 óvodásról beszélhetünk, de mivel szeretnék egy kis pénzt is megtakarítani, egyszerűbb az a megoldás, hogyha mivel Mezőtúron, illetve a vonzás körzetében 4 óvodás csoport, 43 gyerekről beszélünk, indult ezen a versenyen, ezért idehoztam Mezőtúrra ezt a részét. Tehát a többit megcsinálom helyben Törökszent Miklóson, itt meg egyeztettem a helyi sportvezetőkkel, és meg tudtam itt oldani ezt a úgynevezett grassroots fesztivált az óvodásoknak. A fordulókról mit tudhatunk, ugyanis azt tudjuk, hogy több forduló is van. Igen, hát először is ugye itt egyéves ciklusról beszélünk. Ez az egyéves, ez ugye mivel benne van a nevében intézményi, tehát egy tanév keretein belül folyik. 4 fordulóról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy van egy őszi, kettő őszi, amit elvileg, ha az időjárás engedi, amit sajnos most nem, mert terembe kell megcsinálni, a szabad téren rendezzük meg. Van egy téli, azt mindenképp bent kell terembe megszerveznünk, illetve van egy tavaszi forduló, amit megint csak kint szervezünk. És ennek a programnak az eredmény hirdetésére mikor számíthatunk? Igen, tehát ez egy, köszönöm a kérdést, itt az eredményhirdetésről, amiről nem beszéltem, itt igazán nem arról szól, hogy a gyerekek versenyeznek, itt kimondott a sport öröméért folyik a játék, itt nem lesznek gólszerzők, tehát nem csoportosítjuk őket, hogy legtöbb gólt szerzett, legjobb játékos, itt ügyes gyerekek vannak, itt a cél az, hogy minden gyereket motiváljunk, dicsérjünk, minden gyerek mozogjon, egyszerre mozogjon, tehát tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy idehozunk egy X mennyiségű gyereket, 40-et, 80-at, 100-at, és itt nincsenek cserejátékosok, akik a padon ülnek, itt egyszerre fog mozogni minden gyerek egy órán keresztül. Gyerekek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a 2014-2015-ös OTP Bank Bozsik intézményi program első fordulóján. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, fáradjatok el kellemesen, hogy délután nagyon jól aludjatok. Az ebéd után természetesen jó. Szeretném nektek bemutatni Szűcs Gergő bácsit, ő a Törökszent Miklósi körzetnek a körzetvezetője, és ő fogja megnyitni ezt a mai programot, és utána el fogja mondani, hogy mi is lesz az, amit majd meg fogtok csinálni feladatokat. Rendben? Köszönöm szépen! Sziasztok! Csókolom! Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Egy kis izgalom bennem is van, egy kis drúg. Számomra idegen helyen vagyok, mert ugye én Törökszent Miklóson lakok. Ki volt már Törökszent Miklóson? Nyújtsa már fel a kezét. Ó, hát akkor ti nagyon ügyesek voltok, akkor tudjátok, hogy azért aránylag elég messze van, főleg a biciklivel mennék, így van? Igen, azért is izgulok egy kicsit, mert új arcokat látok, tehát Törökszent Miklós, ugye tavalyból kiindulva, 4 éve csinálom már ezt, amikor ti még nem is voltatok óvodások.
és ott már megszoktam az arcokat, nagyjából ott is vannak újak, de egy csupa-csupa új arcokat látok. Remélem, jól fogjátok érezni magatokat. Csupa-csupa olyan programot fogok nektek csinálni, végezni, olyanokat fogunk, ahol mindenkinek az arcán a mosoly, mosolyt szeretném látni. Örüljetek neki, hogy csináljátok. Pici olyan dolgot viszünk be ebbe az egész játékba, amikor azt szeretném látni, hogy a mai modern fiatal gyerekek, főleg az iskolások, hát ti még nem annyira, mindig mit csinálnak? Oviból iskolából hazamennek, számítógépeznek. És ott szerezzük az örömöket. Tehát vissza kell térni arra az időszakra, amikor kimegyünk, játszunk, önfeledten focizunk, és még egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani nektek. Nem kell izgulni, itt nem lesz első helyezett, nem lesz második helyezett, nem lesz harmadik helyezett. Itt mindenki gólt fog rúgni, mindenki jót fog játszani. Próbáltam olyan játékokat szerkeszteni nektek, ami tetszeni is fog. Természetesen ugye a labdával kapcsolatos, fejlődjön a gömbérzéketek, ha majd későbbiek folyamán vagy focizni, vagy kézilabdázni, vagy bármilyen sportot mondhatnék, azt fogjátok űzni. Nem is húzzuk az időt, kezdjük el a programot, mert már ugye 10 óra elmúlt. Ez körülbelül ez a program, folyamatos mozgással 10 óráig fog tartani. Garantálom, el fogtok fáradni. Vagy bocsánat, 11 óráig fog tartani. Utána visszamentek az óvodába, és nagyon jó fog esni az ebéd, higgyétek el, meg a alvás az ebéd után. Jó, akkor maradjatok még ülve. Óvónénikkel megbeszéljük még itt a teendőket, és utána fogunk játszani egy